estét kívánok! Szegfő András vagyok, ennek a hétfői kis sorozatnak a műsorvezetője. Ma esti rendezőnk Szalkai Zoltán egy Nógrád megyei községben gazdálkodik. És ebben a községben ma egy olyan falugyűlés van, ahol az ő szavazatát nem tudták nélkülözni, és ezért azt kérte tőlünk, hogy késhessen, okvetlenül jön. Elkezdjük a film vetítését, és a film végén, ez kb. 50 perc, tartunk 2-3 perc szünetet, és utána elkezdjük a sorozatnak, ugyanennek a sorozatnak egy másik filmjét vetíteni. És amikor azt elkezdtük vetíteni, utána 20 perccel körülbelül valamikor megérkezik, azt a filmet leállítjuk, és elkezdjük itt a beszélgetést. Elnézést kérem a kényelmetlenségért, de azt hiszem, hogy egy különleges emberről van szó, és mindegyünknek meg fogja érni ez a várakozás. Ennek megfelelően én magam is most csak egy nagyon-nagyon rövid gondolatot bocsátanék a filmünk elébe. Ugye ennek a filmnek az a címe, hogy Gyaloglás Gulágföldön. Ez egy sorozat, amelynek a mai filmünk a 7. filmje. És így a sorozaton belül van az az alcím, hogy Tajmir Norilszk. Én nagyon remélem, hogy akik itt ülnek, azoknak a gulág szót nem kell megmagyarázni, de azt talán nem érdektelen hozzátenni, hogy ez a szó akkor került be a világ közvéleményébe, amikor Alekszandr Szolzsenyicin megírta a Gulág szigetcsoport című később világhírűvé vált regényét, és a szigetcsoport szó a címben arra utal, hogy a Szovjetunió úgy tele volt szólva ezekkel a táborokkal, ezekkel a kényszermunkatáborokkal, mintha egy tengerben különféle szigetek lennének egymástól nem is olyan nagyon messze. Szinte mindegyik területén volt a Szovjetuniónak ilyen kényszermunkatábor. És a mai filmünk készítője nem az első ember, aki ebben a témában filmet csinál, és hát a még tágabban felvett témában ugye a világot elrondító és elpusztító táborok, munkatáborok, haláltáborok témájában pedig százakra megy az elkészült filmek száma. De ez a film valamiféle egészen különleges indítatásból született. Ugyanis Szalkai Zoltán egymaga ment el filmet készíteni. Akiket még látnak majd a film főcímén, hogy közreműködtek a filmen, azok az itthoni emberek, akik az előkészítésben vagy az utómunkákban együtt dolgoztak vele. Tehát ez neki egy egyszemélyes vállalkozás, és amikor őt látjuk a kamerával, amikor őt látjuk a képen, akkor ez úgy készül, hogy egy saját maga által gyártott állványon így áll a kamera, és hát a mostani szóval azt mondhatnám, hogy ő kamera szelfiket csinál magáról, mozi szelfiket, mert saját magát filmezi, és úgy mondja el az aznapi dolgokról a filmben a kommentárját. És gyalogol. Nem úgy gyalogol, hogy a Budapest-Moszkvai repülő helyett minden alkalommal kigyalogolna Moszkváig és onnan tovább, de amikor már ott van a helyszínen, akkor ott végig gyalog megy, és ezzel egyfajta szenvedésközösséget vállal azokkal az emberekkel, a legkülönbözőbb nemzetiségű emberekkel, köztük ugye a magyar hadifoglyokkal is, akik ott szenvedtek és szintén gyalogoltak. Ez egy hihetetlen emberi és művészi gesztus. Eszünkbe juthat róla, hogy a 60-as években a Világszínház művészetét megújította egy irányzat, amelyiket kegyetlen színháznak neveztek, ahol a színészek végig szenvedték a szerepeket, hogyha az egy kegyetlen szerep volt, és ezzel a nézőket is valamiféle együtt szenvedésre invitálták meg és kényszerítették. De hát sok minden ilyen asszociáció, ilyen gondolat is eszünkbe juthat. Tehát ez egy ilyen filmsorozat, példátlan a magyar filmtörténetben és a világ filmtörténetében,
és egy nagyon különleges, szerény ember, aki készítette, az reméljük, hogy másfél óra múlva itt ül velem együtt, és beszélgetünk vele. Addig is nézzék meg a filmet. Köszönöm. Kedves közönségünk, Szalkai Zoltánnal én is most találkozom először az életben. A filmjeit már több éve ismerem. Telefonon beszéltünk. Úgyhogy amit most kérdezni fogok tőle, az őszinte kíváncsiság, hiszen ezt én se tudom, amire most választ várok. Az első kérdésem, azt hiszem, hogy teljesen nyilvánvaló azok után, hogy itt most együtt láttuk az egyik filmedet, egészen a másik filmednek pedig egy részét, hogy mi adta neked nem is az ötletet, hanem azt az indítást, azt a belső lökést vagy energiát, hogy belevágjál ebbe a vállalkozásba? Én természetfilmeket, dokumentumfilmeket nem készítettem, ismeretterjesztő természetfilmeket készítettem korábban a 90-es évek elején, és találkoztam kint a Szovjetunióban, majd Oroszországban, és találkoztam ott a gulággal, találkoztam ezzel a témával. De én akkor úgy éreztem, hogy eljött az idő, megnyíltak a lehetőségek, és majd sok tapasztalt dokumentumfilmesnek keresek ennek a témának, és végre szabadon lehet ebben a témában filmeket készíteni, nem csak dokumentumfilmeket, hanem játékfilmeket. Emlékszem, hogy 98-ban Indonéziában forgattam éppen egy természetfilmet, amikor a kezembe akadt Varlam Salamovnak a magyar novellás kötete. Ez érdekes, a Indonéziában többször letartóztattak, ki akartak onnan küldeni, éppen égett a dzsungel, és ez nem tetszett nekik, hogy egy kamerával mászkál egy külföldi, és akkor nekem ügyeket kellett intéznem, a vízumomat kellett intéznem a nagykövetségen. És ott a követség könyvtárába akadt a kezembe Salamovnak a lefordított novellái, és az volt az érzésem, én akkor már Szibériát bejártam, mindenfele jártam, tehát a helyismeretem az nagyon jó volt. És miközben olvastam ezeket a történeteket, nem tudtam képben, nem tudtam helyben, tehát nem tudtam hozzá képeket képzelni. Nem tudtam, hogy ez hol játszódik. Én mindig képekben gondolkozom gyerekkorom óta. A történeteket képekben látom. És ez rendkívül zavart, egyszerűen sokkolt, és ilyen nem fordult elő egész addig, és ezen kezdtem el gondolkozni, hogy mi okozza, aztán rájöttem, hogy mi okozza, hogy az én tudásom is kevés ehhez az egészhez, és utána arra gondoltam, hogy az, aki végképp ezeket nem ismeri a helyszínt, nem tudja, hogy hogyan zajlott ez az újabb, főleg a fiatalokra gondoltam, hogy hogyan fogja ezt elhelyezni, egyáltalán megérteni, felfogni. És arra jutottam, hogy egyszerűen lehetetlen. Tehát ha nem ismerjük azt a környezet, ahol a borzalmak játszódnak, akkor tehát nincs egy kép anyag arról a helyszínről, ahol ez történik, akkor nem tud megragadni, akkor egy betanulandó szöveg marad, esetleg egyetemeken, főiskolákon, de valódi kapcsolat az emberekkel nem lesz, már pedig akkor már én ezt éreztem, tudtam, hogy enélkül nem lehet tovább lépni. Anélkül, hogy mi feldolgoznánk a múltunkat, hogy mi történt itt, ugye nagyon sok minden történt a 20. században, és ez a rettenés is akkor onnan gyökeredzik, és rájöttem, hogy én ebben tudnék valamit csinálni. És akkor erre rájöttem, akkor én megborzongtam, nem akartam csinálni, nem akartam két évig, de megírtam a filmötletet, megírtam néhány oldalon, és ez úgy ott volt. És egyszer a Détári Géza barátom egy pályázaton, majdhogy nem a tudtom nélkül beküldte, és akkor az első részre én kaptam az ORTT-től pénzt. És őszintén szólva nem tudtam, hogy mi fog történni. Tehát nagyon féltem. Az első résztől rettetesen féltem. Ez hozzátartozik még az, hogy ki kellett találnom valamit, ami nem olyan, mint az addigiek. Mert azt is éreztem, hogyha új generációkhoz akarok szólni, akkor az lehetetlen, hogy én
idős embereket beültetek a kamera elé, és újra elmondatom velük ezt a történetet, az már nem ugyanaz, tehát nem értjük. Nézzünk. Tehát nem volt rokonod a táborban, nem, a családodat nem, nem sújtotta ez? Nem, de én ott nőttem föl, tehát az, ahogy mondják, szocializálódni a szocializmuson. Tehát ott 61-ben születtem, én mindent végigcsináltam, és engem a felismerés, én 10 éves korosban jöttem rá, szinte magamtól egy távoli kicsi faluba jöttem a román határ mellett, se szamizdatot nem olvashattam, se emberekkel nem találkozhattam, akik ezt a téma érdekelt. Egyszerűen önmagamtól ismertem föl, és ez drámai volt. Volt néhány hónap az életem, amikor rájöttem, hogy ami körülvesz, az maga az ocsmányság, tehát a hazugság. És akkor én, mivel mindig foglalkoztatott a politika, a környezetem, mindig aktív is voltam, amikor volt a kész, akkor ezekben a különböző építőtáborokban és szabad, vagy nem tudom, hétvégi munkákban, én kérdés nem volt, hogy dolgozzunk a Vietnámért, a elnyomott embereket, stb. És akkor én úgy éreztem, hogy 10 éves koromban, hogy engem elárultak. És ez mind mai napig megmaradt. Tehát van egy ilyen indítatás. Én mindig meg akartam ezt érteni, hogy miért történt ez így. És én azt gondolom, hogy nem is kell több személyes. Tehát szerencsére a családomat ezek a borzalmak elkerülték. Honnan tudsz így oroszul, hogy nem csak az irodalmi nyelvet, hanem ezekkel az egyszerű emberekkel is szót tudsz érteni az én ő nyelvükön? Én elkezdtem járni a Oroszországot, tehát mikor megnyíltak a határok, akkor én keletre mentem, elkezdtem keletre járni, és minden évben több mint fél évet, 8 hónapot töltöttem el a 90-es évek elején Oroszországban. Ott végig éltem mindazt, ami velük történt, az orosz átalakulást. 91-ben Magadánban ért a pucs, vártuk a tankokat, azon gondolkoztam, hogy fogok Amerikán keresztül valahogy haza vergődni. Szóval én ott tanultam meg oroszul, az utcán, úgy ahogy, szóval nem tökéletes az orosz. Azt mondtad, hogy a filmszakmában dolgoztál, tehát természetfilmeket csináltál, igen. Jártál a főiskolán, elvégezted? Nem, én geológiát tanultam az egyetemen, és akkor egy ásványtanvizsgán meghúztak, és akkor a Juhász Árpád mellé kerültem asszisztensnek, bementem hozzá az utcán, és megkérdeztem, hogy... Kellene neki egy geológus hallgató? Pont szüksége volt egy asszisztensen, nagyon nagy szerencsém volt, és akkor... onnastól kezdve tanultam. Az is igaz, hogy én a egyetemi tanulmányaimhoz a pénzt, azt a tévénél kerestem. Van egy olyan, hogy bűne, segédmunkás, a kellékeseknél dolgozik, cipeltük a kellékeket. 3 évig csináltam, és akkor már láttam, hogy hogyan megy a forgatás, és rájöttem, hogy én nekem ez nagy kedvem lenne. De hát ugye természettudományos érdeklődésem van, és a mai napig megmaradt, és ez tovább. Én azt gondoltam, hogy ez egy kitérő lesz, csak 1-2 év, aztán visszatérek az egyetemre, és hányban tisztességes kezdted? Geológus leszek. Hányban 88-ban. Kezdted? Szóval tisztességes geológus leszek, de aztán teltek az évek, és egy ponton rájöttem, hogy nem tudok már visszamenni. Tehát de azért a filmjeidben egy-két helyen azért minden, ez látszik, ez igen, a geológiai érdeklődés. Mindig a természet... Tehát, ez a film is úgy lett kitalálva, hogy az is benne legyen. Én szerintem része a környezetünk, mindaz, ami történik velünk a társadalomban, az egy környezetben történik. Ez leszakadt. Tehát az ismertetés során, amikor megismerjük a történelmünket, akkor ez valahogy mindig leszakad erről a tudás. Ezt megtanuljuk ugye biológiai, nem tudom, földrajzórán, de tulajdonképpen ez egységben történik, és én ismeret terjesztek, és azon belül próbálom ezt összehozni. Tehát nekem nincs olyan, már akkor is, mikor természetfilmeket készítettem, hamar rájöttem, hogy ember nélkül nem igazán érdekes a dolog. Tehát ott kell lenni a filmben az embernek mindig.
Azt mondtad, hogy kitaláltál, ki kellett találnod egy filmkészítési módszert, mert nem akartál egy X plusz egyedik öreg bácsik emlékeznek típusú filmet csinálni, viszont hát sokféle más módszert találhattál volna ki, azt választottad, hogy egyedül mész és gyalog mész. Ez hogy jött az eszedbe? A téma az ugye nagyon súlyos, és valahogy azt próbáltam, ugye nekem a gyaloglás az a szenvedélyem, tehát egyfelől, tehát tudok gyalogolni, tudok fizikai erőt, ki tudok fejteni. Azt próbáltam összehozni, hogy valamiféle viszonyulása ez a szörnyűséghez, ezeknek az embereknek a civilizáció vívmányaiból semmi sem jutott ott ezekben a lágerekben. A mindennapi életnek a megmaradás napi küzdelem volt, és ez egy fizikai küzdelem, az, hogy néhány lépés megtenni borzasztó nehéz súlyokkal és retteltesen rossz feltételek között, tehát se ruházat, se szerszámok, szinte puszta kezükkel, és közben élelmezni se élelmezték őket. És én ezt a túráim során ugye kicsit átélem, tehát nekem is elfogy az élelme, vannak pillanatok, és azt gondoltam, hogy egyfajta tisztelet is azok iránt, az emberek iránt, akik ott elpusztultak ezeken a földeken, hogy én nem valami szép autóból kiszállva teszem le a kamerát, és akkor gyorsan csinálok ott egy svenket, meg egy interjút, hanem oda jutok. Hasonló módon a legtöbbször ők is gyalog jutottak el a lágerek legvégső állomásaihoz. Ezekben a konvojokban kilométerek százain hajtották néha őket. Ez a magyarázat, hogy miért a gyaloglást választottam. A filmnek viszont, tehát én nem ítélem el, sőt, nagyon fontosnak tartom, hogy elkészítették az interjúkat, tehát ugye a Sára filmek és mások is elkészítették azokat a kor dokumentumokat azokkal az emberekkel, akik már sajnos azóta meghaltak nagyrészt. Tehát tudunk élő személyektől információkat, tehát rendelkezünk vele, konkrét ismeretekkel rendelkezünk. De ezt a részét viszont nem nagyon csinált, tehát nem tudok róla, hogy más csinálta volna, hogy a szibériai lágereket, vagy ezeket az elhagyott, nagyon távoli, nagyon nehezen megközelíthető helyeket bejárta volna. Egy-egy BBC stáb, ilyen-olyan stáb eljut oda, és készít néhány filmkockát, vagy néhány percnyi anyagot. Helikopterrel? Nem is ez a lényeg, hanem hogy van némi anyag, de nem súly, tehát nem jelenik meg megfelelő súllyal ezekben a filmekben. Ráadásul én szerintem a Gulággal kapcsolatos filmek végtelenül szegény. Tehát nagyon kevés van belőlük, és azok is. Szóval, igen, és igen. Tudnál mondani valami olyan ottani élményedet, amelyikre nem számítottál, és ami nagyon megrázott? Jó néhány filmben, a legtöbb filmemben van ilyen élmény. Eleve ugye ezek, bár terepjárás végzek, de nem, tehát nincsenek megbeszélve ezek az interjúk. Én egyszer elindulok, és amit ott találok, azt veszem fel. És óhatatlan, hogy ilyenkor olyan találkozások történnek, hogy számomra is megrendítő, kiszámíthatatlan. Az első részben például az a idős kómi ember, aki meglátogatta a családját 20 év után, visszatér a falujában, és hát végigjárja a rokonságot egy hétig, járta ott a falut, és hát igen, alkoholos állapotban találtam én őt az utcán, találkoztunk az utcán, viszont a rokonát, a nénit, őt viszont már ismertem, és ő barátságosan köszönt, ezt pedig megkérdezte, hogy én meg ki vagyok, és mondom, hogy Magyarországról magyar filmes vagyok, és akkor felszakadt benne valami. 56-ban volt kiskatona, és az 56-os harcokban Budapesten ugye itt volt, harcolt, és
elmondta, hogy ő részegen ugyan, de őszinte volt nagyon a gesztus, minden, hogy ő akkor azt hitte, hogy itt fasiszták. És hogy ő nem tudta, hogy mi van, nem tudta, de és rettenetes, hogy megölt két fiatal, ugyanolyan idős, ő is 19 éves volt akkor, és egy lányt és egy fiút, hasonló korúakat ő megölt, és ahogy ezt elmondta, az megrázó volt, és végtelen szerencsém volt, hogy a kamera be volt kapcsolva, és tökéletesen sikerült a felvétel. De minden egyes filmben vannak ilyen megrázó élmények. Tudnám sorolni. Tehát. Mit tapasztalsz a közönséggel találkozva? Átjönnek ezek? Különösen a fiatal közönségre gondolok. Egyszer elkérték a filmet, és a magyarországi Banffon vetítették a Petőfi csarnokban, és én nagyon beteg voltam, és szóltak, hogy de menjek, mert valami díjat is át kéne venni, és én nem mentem, mert hogy lázam volt, és csak küldtek értem egy kocsit, és nagyon kínosan éreztem magam, mert ugye hát, amikor az ember beteg, akkor nagyon rosszul néz ki, és de mégiscsak elmentem, és döbbenet volt, hogy vártak, és föltárult a beléptem, és ott 200 fiatal, vagy még talán több is, nem volt egy hely, és senki nem volt 20-24 évesnél idősebb. Ugye ez egy sportfilm fesztivál, természetben ugye bungee jumpingoznak, sárkány repülőznek, stb. Olyan filmeket készítettek, és ez egy expedíciós kategóriás volt, és abban nevezték be, és az fantasztikus volt. Akkor éreztem először, hogy tényleg az a rengeteg fiatal srác, az ott fiatal lány, fiú, az megértette, valami átjött biztos. Mielőtt a közönségnek adnánk a szót, egy utolsó kérdés. Ugye én nagyon meglepődtem, amikor elmondtad, hogy Nógrádban gazdálkodol, és igen, falugyűlés volt, ahol kellett a te szavazatod, nem, és ezért nem tudtél jönni? Mondd el ezt nekünk. A kamara bizottságot alakított, mert földbizottságon nem tudott megalakulni, és ott egy személy. Újra kellett, tehát egy szemét kellett megválasztanunk, és azon kellett részt. Hogy kerültél oda, és mit csinálsz? És hogy tudsz gazdálkodni, ha filmet csinálsz? Hát hogy tudsz filmet csinálni, ha gazdálkodol? Most kezdek gazdálkodni, most már majd elkezdem rendesen. Hát 2001-ben vettünk ott egy házat, arra gondolva, hogy majd nyaraló lesz, és közben megszülettek a gyerekeink, és óvodába kezdtek járni, amikor rájöttünk, hogy itt a Budapest belvárosában, Baross utcában laktunk, itt a Kálvin termelet, és hogy itt nem lesz jó a gyerekeknek a levegő, stb. És úgy gondoltunk, hogy az, amit mi nyaralónak, egy romos kis ház, majd lassacskán rendbe hozzuk, inkább oda átköltözünk. Úgyhogy abban a romos kis házacskában lakunk, és a kör ott azon, abban a faluban én vettem azóta apródonként, vettem ilyen kis darab földeket, és Vasocská úgy néz ki, hogy ilyen húsmarha tenyésztéssel fog foglalkozni. Ez most van folyamatban. Ezt gyerekkorodban tanultad, és nem, állatok? Nem, én falun nőttem föl, állataink voltak mindig, és voltak én Békés megyei vagyok, és ott a háztájgazdaságban a szüleimmel, nagyszüleimmel dolgozom. Én 6 éves koromtól dolgozok gyakorlatilag. És imádtam csinálni. Úgy nézett ki, eleinte, hogy én mezőgazdász leszek, vagy kertész, mérnök, vagy valami ilyesmi. Aztán rájöttem, hogy lassacskán, hogy természettudományok, és elkezdtem arra, majd mikor ide kerültem Pestre, rájöttem, hogy sok minden más is érdekel. Hát nagyon köszönjük, hogy ide siettél, és akkor most önöké a szó, várjuk akár a kérdéseiket, akár megjegyzéseiket, a filmből a véleményüket. Tessék. Tényleg nagyszerű ez az egész ötlet, ezzel a gyaloglások keresztül, ahogy a lélegzetet hallani, alulról megmutatni ezt a szörnyű, kietlen vidéket. Tényleg ebben sok példát olvasott már ebben a témakörben, de így érzékieszite átadni, ez tényleg egy nagyon nagy dolog. Egyet viszont én nem értek, és elnézést, ha nem akarok ünneprontó lenni. Ez pedig Lengyel József említése ilyen összefüggésben a filmben. Kicsit úgy hatott a vége, hogy hát úgy kell neki, miért volt kommunista,
ugye legyen örök okulás. Szóval ezt, egy nagy, ezt úgy érzem, hogy ráadásul legyen József, aki még a líraibb, még csak a direktóriumokban se vállalt szerepet, legalábbis nem tudok róla. Nem ismerem, átolcettig a munkásságát, de nem tudok róla, hogy valami nagyon durvákat írt volna azokon kívül, amiket általában Balázs Bélától kezdve mindenki más is megtett, ők megúszták ezt a dolgot, ő nem. Tehát én ezt itt úgy érzem, a film kiesett egy kicsit ebből a lírai, emberi hozzáállásból, és kicsit ilyen didaktikusabb lett, kicsit, hanem propaganda jellege lett. Ez a, nem tudom, hogy egyetértenek-e, ez az egyetlen pont, amit én ugye kicsit túlment a határon, de nem volt elég finom ennek a megfogása, meg ennek a problematikának, hogy az ember a saját őszinte hitéből felfogásának az áldozatává válik. Ez a gondolat nagyon szép a filmben, de itt durvábban sikerült nekem, ahogy én ezt gondolom, hogy méltányos lett volna. Igen, értem. Mikor én megérkeztem Norilszkba, akkor megmutatták nekem a múzeumot. Én akkor voltam először, mikor ezeket a felvételeket ott elkészítettem. Aztán kértem őket, hogy mutassanak nekem dokumentumokat. Én mindig magyarok után kutatok, bármerre járok. És van nekik egy kis gyűjteményük, dokumentumok, és ott megtaláltam Lengyel Józsefnek gyakorlatilag a teljes munkásságát. A lánya eljuttatta a múzeumba, a kapcsolatot ápolja velük. Nekem ezzel a dologgal valamit csinálnom kellett. Én két... Találkoztunk, 2000-ben. Igen. Kétszer írtam magának a filmet. Olvastál Lengyel József mindegyik? Igen, hogyne. És nem említette a filmet? Meg legalább, hogy írt. Csak szitta. Igen. Hát, igen. De nem szitta. A probléma az, hogy én elindultam erre az útra két túlélő nyomát megkeresni. És ezeknek a túlélőknek és másoknak sincs kinn a képe a Norilszki múzeumban. Mint ahogy nagyon sok orosz múzeumban vagy kazasztáni múzeumban csak a 38-as, 37-es kommunista áldozatoknak, akiket ugye meghurcoltak szintén, akik áldozatai szintén ennek a borzalomnak. Csak róluk, szinte kizárólag csak róluk vannak kint dokumentumok. Nagyon sokszor tehát emlékművet is az ő mártíromságukra állítanak. Ezek az emberek a Oroszországban vagy Kazasztánban, ott is jártam, a mai vezetés, felső vezetésben ott vannak. Tehát nem ők vannak ott, hanem a családtagjaik, a leszármazottaik. Egyfelől. Ez egy igazságtalanság. Másfelől én átérzem mindenkinek a mártíronságát, a szörnyűségét ennek a dolognak, de nekem ezzel valamit kellett kezdenem, és én nem tudom elfelejteni, hogy én valaha ugyanúgy hittem a kommunizmusban, én szerintem legalább ugyanúgy, mint Lengyel József. 10 éves voltam, igen, és végtelenül megérintett ez a, hogy egyenlőség, hogy az embereket, akik nyomorban élnek a világban, fel kell szabadítani. Ez a humanista, a 19. századi humanista eszmék engem is rabul ejtenek. A mai napig is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, ami az emberi kultúra, az európai kultúrában ugye megszületett. A mai kultúránknak is alapja, de ezt kiforgatták. Kiforgatta egy rendszer, visszájára fordította, kihasználta, felhasználta, és ezek az embereket felhasználták. Történetesen én úgy gondolom Lengyel Józsefet is. Gyakorlatilag legitimizálták a rendszert az ő hibájukon kívül, tehát önhibájukon kívül. Én ezt így tudom. Tehát ez az én személyes véleményem. Mikor én ezt a filmet kitaláltam, azt gondoltam, hogy
mivel a dokumentumfilmről nagyon sokaknak az a vélemény, hogy önmaga az a dokumentum, tehát egy filmes megmondja az igazságot, a nevében is ugye ott van egy dokumentumfilm, és azért gondoltam, hogy elkövetem azt az bőletes hibát, amire minden alkalommal megrónak nagyon jogosan, hogy miért beszélek én ebbe a filmbe, ráadásul egy rakás közhelyet elmondok, lerontom a színvonalát, a jóságát ennek a filmnek, és én teljesen egyetértek vele. De én egyetértek. Azt gondolom, hogy azért van benne a szubjekt, én a szubjektív résznek tartom, hogy legyen egy olyan pont, amikor lehet velem veszekedni. Azt lehet mondani, hogy hülyeségeket beszélek, hogy olyan szép, olyan, ahogy ott hátul is ön mondta, hogy a lírai, azt hiszem, hogy egy olyan hangulata van ennek a filmnek, hogy ezt megtörjem, ezt látszódjon benne, hogy én egy ilyen gyenge ember vagyok, akinek ilyen ostoba véleménye van. Én azt gondolom, hogy sokaknak lehet jogosan az a véleményük, hogy igenis, közhelyesen beszélek, igenis, nincs igazam, ilyen és olyan okoknál fogva. És ott vagyok, vállalom benne, hogy ez a véleményem. És nem gondolom azt, hogy ez abszolút igaz. De tehát ezzel a gesztussal, én úgy érzem, hogy ezzel ezt fejezem ki. Nagy érdeklődéssel hallottam, mondjuk az Zoltán már tudja, hogy ki vagyok, Lengyel Tatjana vagyok. Talán azzal kezdem, amit önt mondott, hogy ott egyetlen magyarról van anyag, de kinek a hibája? Kinek a hibája, hogy a magyarokról ott nincsen emlékműve? Hát mondja, én elmesélem és elmondhatom, hogy én hogy az édesapamról szóló anyag, hogy került oda, mert hát ők nem fordítottak oroszra, mert csak 90-ben először lefordítottak, mert azért Norilsk 2, Sárga Kiparcsok, ezek a művek, amit ő Norilszki lágerről írt, egyedülállók a világirodalomban, és meg hát nem fordítottak, de és akkor éppen azt 91-ben volt, akkor még én nem is kaptam az anyagokat, azt később kaptam a KGB, szóval az ő dossziéből az anyagokat, akkor voltam Moszkvában, akkor tudja, hogy ott a Szolovjetszki kő Moszkvában van, ahol mindig emlékeznek, és akkor nagyon hideg volt egyébként, talán annyi hideg volt, mint Norilszkben 25 fok, és akkor ott emlékeztek a gulágosokról, a gulágokról. És hát én elmentem oda, ott voltak táblak, hogy Kolyma, Vorkuta, ilyen láger, olyan láger, és természetesen ott találtam Norilszki láger. Oda jöttem, hát kidőről, hogy az az ember, aki táblat tartotta, az történetesen az első geológusnak, az Ingernek volt a fia, aki először ott geológiai kutatásokat csinálta, aztán meg a fogja lett, szóval ez. És akkor kiderült, hogy akkor éppen ott volt az előző, a múzeum előző igazgatója, Pecsorszkaja, sőt, meg ott a Svetlana Szleszereva is volt, de akkor egészen fiatal. És akkor elmondtam, és akkor éppen aztán küldtem anyagokat, természetesen küldtem a Lengyel József naplójába följegyzéseket, mert én annak egyébként volt azt, és igaz, hogy a magyarokról, de olyan híres foglyok voltak ott gulágban, nem tudom, mutattak-e magának ott Jacques Rossiról, beséltek-e? Tessék? Jacques Rossiról meséltek-e? Igen. Hát ő is ott szerepel. És mivel, hát ugye én nem akartam hozni ide, szóval ez a gulag handbook, de kézikönyve egyébként, ami mondjuk a tömörségbe, a Szolzsenyiceni gulágnak a szóval, hát nem csak hogy betegszik, hát például én nekem, mint fordítanak, mert én most fordítottam újból édesapám gulágról szóló összes művet oroszra, mert hát remélem, hogy meg fog jelenni a könyv, és hát nagyon sokat kutattam ehhez. Szóval ott mindent megtalálni, hogy milyen volt a pajka, hogy miért, hogy hát ez úgy felhasználni és nem említeni. Hát tudja, hogy milyen sok híres fogoly volt ott a, mondjuk, hogy a Gumilov, Lev Gumilov neve, mondan önnek valamit.
az Akhmatova és Lev Gominov költőnek a fia. Szóval ez lehetett, szóval persze, természetesen, mikor Rózsas Jánossal leveleztem, mert mikor ő csinálta ezt a jegyzéket, én nem mondhatom, hogy ez a gulag lexikon, mert sajnos a lexikon színvonalat, hát nem lexikoníra, nem történész, nagyon gyönge, mint lexikon. De onnan persze, mert ott Norilszki, én is ezzel úgy foglalkoztam egy kicsit, meg a Bori nénit is ismerem, és onnan, mert ott van, de ez sajnos, ez olvasni kell darabonként, ugyanúgy, ahogy darabonként ki kell keresni a többi Norilszki, nem csak Norilszki, hanem a gulágosokat, mert meg a nevek is, hát mert például, hát meg tegyünk föl, hogy ott van lengyel név, hát nem lengyelként szerepelt a jegyzéken, hanem Lingyél. Mert úgy átírtak, és hát nem találtak az anyagokat, úgyhogy sokszor egy magyarról, hát nekem én, hát volt, mikor én ezzel nagyon is foglalkoztam, de mivel nekem feladatom van, mert rajtam kívül senki sem foglalkozik Lengyel József hagyatékával. És a hagyatéka le volt zárva az 50-es a halála után, mert azt csináltak, akkor csináltak belőle kommunistát. Akkor én ezzel foglalkozom, bár mindig szólok a magyarokról, egyébként ott Moszkvában, hát a Lubjanka téren minden évben vannak, és most már az a hagyomány, hogy oda jönnek, és olvasnak a neveket. És hát én meg gondoltam, hogy milyen jó, és hát beszéltünk is a Varga Évával, aki akkor volt ott a leveltáros, a leveltári intézetnek úgynevezett igazgatója egy szemében, hogy feltétlenül megcsináljuk, hogy egyszer készítünk olyan listát, és akkor én fölállok oda, és felolvasom a magyar neveket. Mert ott olvasnak, és végtelenül egész nap. És jönnek az emberek, csak is a neveket olvasok. Szóval, hogyha ez... Itt magyaroknak van tennivaló, nagyon szívesen egyébként, mert nekem ez szívügyem, de hát most csak hagyjuk ebből, mert most ezt elmondom azt, amit én tulajdonképpen akartam elmondani, és készültem elmondani, föl is írtam magamnak, hogy legyen. Köszönjük szépen. De ha szabad, akkor most már... Mi a filmkészítőre vagyunk kíváncsiak. Bocsásson, itt személyes érintettség, itt súlyosan megsértettek Lengyel József nevét. Na jó, de azért én ragaszkodnék ehhez. Elnézést kérek, azt hiszem, hogy most elég hosszú ideig tetszett tudni mesélni, és ezt elmondani, és én azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy ezt el tetszett mondani. De azoknak is igazuk van, akik azt mondják, hogy ők ezt a filmet akarták most megnézni, és erről akarnak itt most beszélgetni. Jó, de tehát akkor mi most megköszönjük önnek, bocsánat, amit elmondott. Akkor egy kérdésem van. Az itt meglévők között, akik ismerik Lengyel Józseffel, egyetérte valaki azzal, hogy Lengyel József, mint vakhitő kommunista, sohasem volt, olyan élesebb kritikusa a rendszernek nem is volt. Egyetérte valaki, hogy Lengyel József felelős a gulágokért, ahogy Zoltán sajnos elmondta? Nem, az a filmben asszonyom, nem szerepel. Ne haragudjon. Nem felelős. Szabadna, bocsánat, nekem, mint aki itt most vezetem ezt a beszélgetést, ehhez hozzászólni. Szépen. Tehát az a helyzet, hogy én nagyon megértem, hogy ön erre hihetetlenül érzékeny. Én is érzékeny vagyok a nagyapámmal kapcsolatban, rengeteg hamis dolog jelent meg, ő a Horthy rendszerben volt politikus, és a kommunista rendszerben nagyon sok mindent hallottam róla. Tehát tökéletesen megértem ezt az érzékenységét. De itt a filmben nem hangzott el róla, hogy ő vakhitű kommunista lett volna? Nem. Vakhitű? Akkor én nem hallottam. A vakhitű nem hangzott el. Benne volt az, hogy vakhitű? Igen. Akkor bocsánat, ha elhangzott, akkor önnek sajnos igaza van. De az, hogy kommunista volt, azt viszont nem lehet volna helyesen hallgatni. Elnézést, válaszolnék rá, megengedi, hogy válaszol? Hát, hogy ne? Tehát erre a vakhitre, mert valóban az ön érzékenységét én tiszteletben tartom, értem? Jó, tehát erre a vakhitre reagálnék. Én szerintem vakhitű az a
az a értelmiségi, aki pontosan tudja, hogy mi történik, megjárja ezt az egész borzalmat. És utána nem áll föl, és nem mondja azt, mint Szolzsenyicin. Nem áll föl, hát nem tette meg. Nem olvastanak Lórát. Mit olvasott le egy erőzőt, hogy konkrétan kérdezem, Gulák témában mit olvasott? Csak, mit olvasott? Hát amit ott kint a múzeumban lehetett megtalálni, azt én ott minden olvastam. Oroszul is, de magyarul is nagyon sok minden le van fordítva. Bocsánat, van egy jelentkezőnk. Csak egészen röviden annyit mondanék, hogy a megjárta a gulágot, előtte 19-ben kommunista volt, aztán oda került, maga is áldozatává vált a rendszernek. És mikor hazajött, akkor mi történt vele? Akkor ő elkezdett írni a gulágról. Én azt tudom nagyon sok embertől, attól nagyon sok túlélőtől azt hallom, hogy jó ideig nem lehetett neki jogosítványa. Nem szerez, nem tanulhattak a gyerekei. Satöbbi, satöbbi. Tehát nagyon sokáig a 60-as években, akik megjárták a gulágot, úgy voltak kezelve, tehát borzasztó. Tehát ők kitaszítottjai voltak ennek a világnak. Ha jött vele valaki szembe az utcán, akkor nem köszön neki, a falubelie. Ezek egyszerű emberek voltak. Hazajön Lengyel József, mi történik vele? Engem nem érdekel más. Én nem akarok mai élőket megítélni. Én azt tudom, mint értelmiségi, hogyha én egy ilyen helyzetbe kerülök, akkor nem így viselkedek. Ennyi. De hogy lehet, viselkedik? Hogy szépeket lehet írni, de oda kell menni, és meg kell mondani. Ha az ember fölteszi egy eszmére az életét, akkor fölteszi rá. És akkor azt mondja, hogy... Akkor engedjen meg. Szolzsenyicin például vállalta a kockázatot, külföldre menekült, és... Helle Rádes azt mondja a könyvében, hogy ő 55-ben, ez a 50, először, hát én ezt tudom, hogy én engem, a nagy felvilagosító Lengyel József volt, először hallottam tőle a gulágról, sejtettem, hogy... Hagyják az embereket munka közben meghalni, de kivégzettségről, haláltávakról nem volt fogalmam. Földvilagosult emberként mentem haza Visegrádról. Lengyel József beszélt, Lengyel József, ahogy hazajött, nem csak írt minden és megrázza dolgokat, és művész, de beszélt. Szécsi Margit, mikor 81-ban a Tüskes Tibor író megkérdezte tőle, hogy Nagy László miért írta ezeket a dicsőítő dolgokat a Rákosiról, akkor azt mondja, hogy azok, akik nagy volt a nyomás, nem volt nagy a nyomás, mondja Szécsi Margit, hanem az, hogy akik Szovjetunióból visszajöttek, akkor ezek nem világosítottak fel bennünket. Illes Béla nem beszélt, egyetlen Lengyel József beszélt, és viszont a 68-ban Lengyel József kijelentette, hogy nem tartom magam kommunista párttagnak, olyan élesebb kritikusának, a szocializmusnak, mint Lengyel József volt, szóval nem volt, úgyhogy uram, olvasson meg, bocsásson meg, de szed majd. Most végre a Wikipédiában én megpróbálom, nagyon sokat írtam, nagyon sokat nem. Nem kommunista, de meghamisítottak halála után. Elnémítettek, a naplóit elzártak, és így csináltak belőle kommunista vakító. Soha nem volt, meg a hithű nem volt, és halála előtt meg azt írta, hogy nem akarok kommunistaként meghalni. Hát, köszönjük szépen, hogy elmondta. Hadd szóljak egy szót ehhez a dologhoz. Én személyesen ismertem Lengyel Józsefet, és nagyon szerettem, és egy borzasztó nagy tudású ember volt. Azt mondjam, de akárki, értse meg, hogy itt filmből jöttek vitatkozni a többiek. Magyar íróhoz lehet hasonlítani. Értjük, és köszönjük, de nem Lengyel József vitára váltottak jegyet itt ezek az emberek, hanem filmre. Szép volt. De ez a rész, ez olyan volt, hogy az ember majdnem sírt, aki ismerte, köszönjük azt szépen, mondom, elmondhatta, nem Lengyel Józsefről jöttünk vitatkozni, ne haragudjon. Hát... Olyannak szeretnék szót adni, aki a filmről akar véleményt mondani, vagy kérdezni akar a rendezőtől. Tessék, parancsoljon. Szeretnék a filmhez visszatérni, tiszteletem a túlélőknek, rokonságnak, de a filmről szeretnék két dolgot említeni.
engem ez a vakhit téma nagyon megérintett, és azt hiszem, hogy ma Európában, ahol ilyen terrorcselekmények vannak, és a vakhit mindenképpen előkerül, ez nagyon fontos dolog. És elsősorban az a kiskatona tematikája, ahol megint előjött a 19 éves, aki azt hitte, hogy a fasisztákra lő itt, és élő embereket lőtt le. Tehát én azt gondolom, hogy itt valamennyien felelősek vagyunk ezért, hogy milyen a hitünk, és hogy fogadjuk el a másik ember hitét. És valahogy azt gondolom, hogy ez a film nagyon alkalmas arra, hogy ezt a témát előhozzuk. A másik dolog pedig nekem személy szerint nagyon tetszett, hogy el tudtam képzelni, milyen nagy dolog egy ilyen expedícióra fölkészülni. Egyrészt fölkészülni, másrészt nyitottnak lenni, improvizálni. És néhol, ahol főszereplővé vált, mert elmondott egy-két mondatot vagy gondolatot, azt hiszem, hogy ezek nagyon fontos elemei a filmnek, és kiszolgáltatja magát egyrészt, de másrészt, tehát éppen ezért tudunk a filmről beszélni. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönjük szépen. Ott hátul van egy jelentkező, kérném a mikrofont neki. Én a mai helyzetről szeretnék érdeklődni, hogy mikor járt ott utoljára, mert amit Putinról mondtak, az nagyon aktuális. Hát ez 2012-ben jó. Volt a forgatás, én tavaly voltam ősszel. Azt akarom megkérdezni, hogy egy rengeteg fiatalt láttunk a mai utcaképeken, a mai városban, azt hiszem Norilsk volt, ahol gyerekek ott csúszdáznak, meg nyilván a legnagyobb kánikulában voltak, amikor egyáltalán inkbe ki lehet menni az utcára, hogy ezeknek a gyerekeknek ma milyen sanszuk van egészséges életet élni, és kijutni a világba ebből a zárt világból, és várható-e valami pozitív változás tulajdonképpen, hogy ne csak a gulág vegye őket körül, hanem valami értelmes és sokkal inkább szeretetteljes élet. Köszönöm. Hát Norilszk a világ egyik legszennyezettebb városa. Kémények ontják a gázfelhőket, és hát hallottam történeteket, hogy emberek egyszerűen meghalnak, mert vannak olyan területek, ahova lecsapódik ez a gáz, és hogyha oda téved ember, vannak, akik magukkal visznek gázmaszkot is pont ezért. Vadászok, stb. Voltak már ilyen helyzetben, egy óriási területen terül szét ez a gázfelhő, és hogyha olyan széljárás van, akkor beteríti 200-300 kilométeren keresztül a tundrát. És maga Norilszk is rettenetesen szennyezett. De van munka, méghozzá nem is akármilyen. Tehát a munkahelyek, ezekre a munkahelyekre rengeteg ember érkezik, Közép-Ázsiából főleg, munkavállaló. Ezek az emberek néhány évet vannak, csak ott dolgoznak a Mikkel üzemben, bányákban, és ők aztán visszatérnek a családjukhoz, de vannak, akik ott élnek, és lassan kisebbségben, akik ott is nőttek föl, tehát már többedik generációs norilszki lakosok. Ezek gulágra húzott embereknek a leszármazottai, vagy az őrök, vagy a foglyok oldalára, általában vegyesen minden családban megtalálható minden verzió. És az ő esélyeik, hát rövid ideig voltam ott, én Oroszországot ismerem, inkább a távol-keleti területek elhagyott vidékeit, lepusztult vidékeit. Azokon a vidékeken szinte reménytelen, tehát reménytelen a helyzetük, főleg a fiataloknak a megítélésem szerint. De Norilszk annyiból jobb helyzetben van, hogy van munka. Két éve még volt munka, a nikkelre van kereslet, Úgyhogy én szerintem a szankciókat, természetesen Európai Egyesült Államok szankcióját Oroszország érzi, minden területét érinti ez, de azokon a vidékeken, ahol olyan infrastruktúra van, munkahelyek vannak, azok érzik meg legkevésbé. Moszkva és a nagyiparvárosok, ahol azért termelés folyik. De nehéz helyzetben vannak egyértelműen. És a környezete ott, szóval megmaradt olyan gazdaság, olyan sok volt, vagy biztos, hogy már nincsen az ilyen erdők meg, amit voltak ott. Norilszk körül nagyon kevés fás terület van. Egyes gulágra hurcoltak, úgy emlékeznek, hogy nincs is erdő. De mindig volt erdő,
levágták, kinőtt, de ez az erdő határon van, tehát ott erre nem jellemző. Na hát értettek meg, mikor csináltak ezt a italt, meg ilyen a skorbut elleni italt, tehát ez akkor úgy értettek ezeket. Igen, van, a jegenye fenyőnek a kérgéből főznek ilyen. Ezt a filmet vetítették Moszkvában, a Memorial szervezésében. Köszönöm. Köszönjük, majd átveszünk. Tessék! Berki István lánya vagyok, aki 70 évvel ezelőtt lett hadifogoly Budapesten, és Voronyezsbe került, ahol 6 évet töltött el, 1950-ben tért haza. És azt szeretném kérdezni, hogy tervezi-e, hogy a voronyezsi táborokról készít filmet? Már igen, akkor csatlakozunk, és érdekes lehet, mert nagyon lenyűgözött ez az ön munkája. Történtanár lettem, nem tudom, mondtam, egy kicsit ideges vagyok, és borzasztóan fontos volt számomra, hogy el tudtam képzelni azt, amit apukám mondott, amit mesélt nekem. Ugyanis hát én 56-ban születtem, nagyon nehéz volt számomra elképzelni, és mivel édesapám 17 éve meghalt, mikor néztem a maga filmét, elsírtam magam, mert olyan régen hallottam azt a szót, hogy tyúrma a papám szájából. És végre az ön filmjén láttam egy ilyet, és hát borzasztó élmény volt. Tehát nagyon örülök neki, hogy ilyen filmet látok, hogy hallom, például most fogok olvasni többet Lengyel Józseftől, én is, mert ugye nekünk volt a 70-es években Lengyel József kötelező olvasmány, de hogy igazából azért még történtanár rétemre sem mentem, az ön filmje vitt rá arra, hogy újra elkezdtem foglalkozni ezzel a dologgal, mert egész másképpen képeztek minket a 70-es, 80-as években, amikor a történtanári diplomámat megszereztem, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy egyszerűen láttam, hallottam, hogy édesapám hol volt, mit látott. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor ő 1945-ben, január 18-án hadifogoly lett, akkor az én apukám 29 éves volt. Úgyhogy én nekem fontos feladatomnak tartom azt, hogy úgy neveltem 32 éven keresztül tanárként a diákjaimat, hogy mindig fölhívom a figyelmüket arra, hogy mi lehetne más is, lehetne másképp is egy születésnapot ünnepelni. Úgyhogy nagyon hálásan köszönöm önnek a munkáját. Kérdeztek, Voronyezs filmet akarsz. Én ezeken a beépített lakott területeken, sűrűn lakott területeken nagyon nehezen tudok filmet forgatni, mert sokatszor átépítették, a lakosság is ugye vándorolt, tehát van egyfajta lakosságcsere. Itt nagyon nehéz olyan embereket találni, akik emlékeznek, a helyszínek szinte megtalálhatatlanok. Vorkutában voltam ilyen helyzetben, amikor nagyon nehezen tudtunk csak elvergődni, hogy hol lehetett a láger, hol lehetett ez az. Úgyhogy szeretnék természetesen még más részeket is forgatni, de nehéz. Tehát főleg mondom, ezeken a beépített területeken nehéz. Hát nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és köszönjük, hogy hozzászóltak és kérdeztek. Zoltánnak nagyon köszönjük, hogy megcsinálta ezt a csodálatos sorozatot, és hogy megnézhettük. Köszönjük. Köszönöm. Thank you.